Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően az őszi zárófordulót követően nem álltak le az edzésekkel a nyíregyházi tekézők, mivel a szokásosnál korábban indul a bajnokság második szakasza. Az új évben egy hagyományteremtő céllal életre hívott összejövetelen a jelenlegi és korábbi nyíregyházi játékosok számára rendeztek egy házi versenyt, az elmúlt hétvégén pedig a szegedi világranglista versenyen képviselte több tekéző az NTK-t. A többiek pedig egy Debrecen elleni mérkőzéssel hangoltak a tavaszi nyitányra. Fontos volt, hogy megverjük a Debrecen csapatát, bár két ifjúsági játékossal, illetve serdülő játékossal álltunk ki a Végvári Krisztián személyében, illetve a Molnár Dávid személyében, de úgy gondolom, hogy a húzó embereknek számító Fehér Béla, aki majdnem 600 fát gurított, vagy a Haker Dezső, jó magam, vagy a Stér Tomi, Magyarósi Peti, tehát mindenkiünk hozzátette a magáét, és egy 60 fával sikerült megvernünk a Debrecen csapatát, és ez maga egy jó felkészülés volt, azért is nagyon fontos volt, mivel hazai pályán fogadtuk a Debrecent, és a mostani hétvégén a Győrt látjuk vendégül. A Győr elleni mérkőzést követően a mezőnyből kiemelkedő három csapat, a Zalaegerszeg, a Szeged és a Répcelap következik a nyíregyháziak számára. Finta Zoltán szerint ezeken a meccseken az esélytelenek nyugalmával játszva készülhetnek fel a bennmaradás szempontjából fontos találkozókra. A tavasz elejére érkezünk majd egy olyan időszakhoz, amikor nagyon-nagyon fontos mérkőzések várnak majd ránk, úgy hazai pályán, mint idegenben. Idegenben most már mindenképpen fog kelleni egy vagy akár két bravúr is, amire abszolút megvan a szanszunk. Ez még a jövő zenéje, addig fel kell pörögnünk, össze kell érnünk. Úgy gondolom, hogy egy kiélezett bajnokság lesz, mivel a 12 csapatból most először 4 csapat búcsúzik a jövő évi létszámcsökkentés miatt, úgyhogy ez egy különösen nehéz feladat, de úgy gondolom, hogy amit elkezdtünk az őszi szezonban, és ezzel a győri mérkőzésen rögtön meg kell, hogy alapozzuk, akkor nem lesz problémánk. Mindenképpen még a 8. helyről szeretnénk esetleg egyel feljebb lépni, vagy akár kettővel is. Nagyon sűrű a mezőny, úgy felfele, mint lefele. Itt bármerő fordulhat, de mindenképpen egy bizakodóak vagyunk a tavaszi szezonra nézve, és ahogy mondtam, több idegenbel is kalapot is kell majd szereznünk ahhoz, hogy garantáltan akár a 6. helyre is odaérjen a csapat. A nyíregyházi tekeklub Győr-Szolt TC mérkőzés szombaton az ifjúságiak meccse után 1 órával 14 órakor kezdődik a Városi Stadion tekecsarnokában.